Minden alkalommal nagy csatákat hozott a két együttes összecsapása. A mérkőzés elején a Szac lépett fel támadónak. Zámbori viszi fel a labdát, Zubor vissza Zámborinak. A kiugratás hosszú. Kinoi lábakon csordogál a labda. Közbelép Papp Gergő. Kis küzdelem. Zámbori, beadás. Zubort elég keményen szerelik. Sipos fut a labdának. Kifejelik. Higgadta hozza ki a kínai védelem. Király becsúszása sikertelen. Jobb oldalon indulna a kínai támadás. Bánfi szerel. Papp Gergő. Király. Bakonyi. Hosszan vezeti. Ellenfélhez. Az egykori Újpest csatártól, Szanyótól indul a kínoin támadása. Jobb oldalról átfordítanak balra. Egy beadás. Tövis háti fogja. Zubor kapja az átadást. Keresztbe viszi. Papp. Szabó. Vissza Papphoz. Tövis háti Dávid. Ismét Papp. Sipos. Szabót megelőzik. Szabó. Zámbori. Papp. Zubor. Kiugratja Sipost. Szabó. Nagy lövés. Elsuhan a kapu előtt. Egy hazaadás. Egy rossz passz. És vezet a kínai. Megmagyarázhatatlan. No mindegy, sok idő van még. Annyira banális helyzet volt, hogy operatőrünk már a kirúgásra koncentrált. Érthető, hogy örülnek a kínai játékosai. Bár a mondás szerint, ami könnyen jött, könnyen megy. Ez a hátrajáték előnye! Ügyesek vagytok! Megérezte a kínoin a vérszagot. Feladva védekező taktikáját, támadásba kezdett. A kiugró csatár elől Tövis háti kifutva tisztáz. Papp, Zubor, Szabó, kiugratás Zámbori felé. Egy csel, beível, fogja a kapus. Zámbori lövi a szögletet. Bánfi, lő, a kapusról kijön. Bakonyiig pattan, rálövi, levágódik. Papp Gergő. Zámbori, egy beívelés, szabófejes, fölé. Éledezik a Szac. Tövis háti. Zámbori. Sikerül elmenni. Zubor vissza Zámborinak. Egy kezezés. A síp néma. Király. Taktikai falt. Sipos. Szabót megelőzik. Kinoinos lábakon a labda. És meglódulnak a jobb oldalon. Bánfi megoldja. Kinoin szabadrugás. Ez kicsit átlátszó volt. Bakonyi. Szabó. Zámborinak rövid. Hosszú tövis háti kirugás. Papp megtoldja ellenfélhez. Négy védő közt hozza el a csatár. Kiugratás, lövés az égbe. Köszönjük. Zubor szöglete.
kivágják. Bakonyié. Bánfi lő. Fölé. Vége a félidőnek. Tövis hátiak egymás közt. Pap Gergő. Sipos. Tövis háti Dávid. Zámborit megelőzik. Hosszú kínőjén előreadás. És négy védő közt célba ér. Szanyó küzd. Ha dadogva is, de eljut a címzethez. Sőt, kihozzák. Kiugratás. Lesz volt! Bori! Ez nem sikerült. Zámbori. Bánfi fején megcsúszik. Végül a kapusé. Már megint három kínóinos hozza ki a labdát. Sőt, mivel saját térféről indul, még nem is les. Rózsa és Bánfi igyekszik fedezni. Kis tanástalanság. Lövés, Tövis hátié. Király. Zámbori. Tövis háti Dávid. Siposhoz. Szabó. Ez az! Na végre! Zubor. Zámborit egy hajszállal megelőzik. Zubor. Bánfi előtt elcsúszik. Szanyó sokat szorra ugratja ki csatártársát. Négy védő, két csatár. Bakonyiban elakad. Lövés. Mellé. Bánfi bedobás. Sipos hátrahúzza. Pap. Bakonyi. Zámbori. Beívelés. Kapu mögé. Szabó László helyett Nicman a pályán. Zámbori. Kifejelik. Küzdelem a labdáért. Király. Sípos. Elsőre kijön. Fogja a kapus. A kirúgást Rózsa fejeli vissza. Pap. Zubor. Sípos. Bánfi. Zámbori. Emberbe. Bánfi. Király. Pap. Vissza királynak. Beívelés. Sipos fején megcsúszik. Pap. Bakonyi. Nicman. Bakonyit futtatja. Földre viszik. Jó a szög. Sipos lő. Lassóber fejes. A hálóban a labda. Egyenlítettünk. Vajon mi a gond? Úgy van! Nincs megnyugvás. Adjál neki sárgát! Gyönyörű! Lassóber. Szerencsésen Siposhoz. Nicman. A földre viszik. Molnár elrúgja a labdát. Túlteng az adrenalin. Sipos.
király előtt elcsúszik. Hosszú kirúgás, rózsa, lasóber, pap, bánfi, futtatja Zámborit. Lágy beadás, sipos perdét centiméterekkel mellé. Bakonyi, pap, rózsa, király, zubor, Zámbori, elhozzák. Pap, lasóber, Nitzmann a kapu mögé. Egy kinoin támadás végén Zámbori. A vonal mellett sípos. Átadása elakad. Kihozza a kinoin. Középre játszás. Kivetődik Tövisháti. Lasóber. Előreadását kifejelik. Sípos. Kényszerítő zuborral. Visszakapja. Zámbori. Zubor elől tisztáznak. Kinoin szabadrúgás. Pánfit átjátszák. Sok szacvédő, kevés csatár. Kapufa. Ismét a kinoinnál a labda. Beívelés, Bakonyi kifejeli. Ismét Bakonyi. Vége a találkozónak. Úgy találtuk ki most a stratégiát, hogy kicsit ilyen visszabálunk több védekező középpályást is, és onnan próbálunk belépni. Kicsit egyedül maradtam, de ez a sok 40 méteres sprint, ez belőlem nagyon sokat kivett, őszinte ezek nagyon elfáradtam végére, úgyhogy nehéz volt, igen. De szerencsére egy jó letámadásból azért a kapus egy kis segítségével sikerült egy gólt szerezni. Utána éreztük, hogy fogunk szerintem gólt kapni, azért egy erős csapattal játszottunk, de próbáltuk, hogy még egyet be kéne rúgni, hogy biztos legyen győzelem, nem jött össze sajnos, pedig volt azért helyzet bőven. Hát elfáradtam, az igazság, pedig ott volt a lábamba, úgy érzem. Jó remó mérkőzés volt szerintem. Igazából hát ez a szokásos, ez a vége fele, úgy érzem, hogy a csapat megint abból a helyzetbe került, mint tavaly is. Az eleje az nagyon-nagyon jó volt, most sajnos a szerencsé is úgy néz ki, hogy elpártol mellőlünk, pedig szerintem mondjuk ezen a mai meccsen azért tettünk érte. De hát ugye a helyzeteket be kell rúgni, csak akkor tudjuk megnyerni a mérkőzést. Megmondom őszintén, hogy bravúrnak értékelem ezt az egy pontot. 6 játékosunk sérült hetek óta. A meccsőszkép alapján viszont úgy érzem, hogy itt hagytunk 2 pontot sajnos. És a bíróval nem nagyon szoktam foglalkozni, de kritikán aluli volt a teljesítménye. Valaki megnézi az összefoglalót, akkor láthatja, hogy megint egy olyan mérkőzést játszottunk, ahol komoly dominanciában voltunk. Hál' Istennek még azért vissza tudtuk hozni a mérkőzést. Aztán végén majdnem visszájára fordultak a dolgok, de hát azt gondolom, hogy jelentősen fölé nőttünk ellenfelünk fölé. De hát a labdarúgás ettől szép, hogy vannak ilyen dolgok a mérkőzéseken. Hát azt gondolom, hogy most egy kicsit sok volt a úgymond szerencsétlen mérkőzésünknek a száma. Hát remélem a tavasszal jobban fogunk helytállni, és ezeket a mérkőzéseket hozni tudjuk. Hát igyekszünk jól felkészülni a téli felkészülés során. Van-e már terve a téli felkészülésre? Természetesen január 2. hetétől kezdünk, részt veszünk a téli nagypályás tornán, ezen kívül magasabb osztályú csapatokkal fognunk edzőmérkőzéseket játszani. Hát nagyon remélem, hogy most azért olyan erőlétet sikerül összehoznunk, ami kitart a szezon végéig.